A Kálai kettős is felcsendült a nagykálói rendezvényközpont falai között. Az épülő intézmény a Táncballada címét viseli majd. A város számos hagyományőrző és kulturális egyesület otthona, művelődési tere azonban lassan 20 éve nincs a településnek. Az önkormányzat az uniós támogatás mellett jelentős önerőt biztosított a fejlesztés megvalósításához. Ez már a top pluszban lett benyújtva, és sikeresen, eredményesen pályáztunk, és végül is az érdemi munka az igazából januárban kezdődött el, és amit láthatják, már elég szépen halad. Ez 1 milliárd forint Európai Unió forrás sikerült elnyernünk, és ebből az építkezés nagyságrendileg 800 millió forint. Maga az épületnek az összköltsége az egy ilyen 1,5 milliárd forint körül alakul, aminek a többletforrását azt az önkormányzat saját forrásba biztosítja. Az ünnepélyes alapkőletételnél elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg egyik kiemelkedő kulturális beruházása a nagykálói Kálai kettős rendezvényközpont fejlesztése. Nagykáló azért egy ikonikus városa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének, és ugye a vármegye házának is helyt adott. És rengeteg olyan érték van itt, amely egyrészt a vármegyei értéktárban benne van, köztük ugye a Kálai kettős öröksége, vagy akár mondjuk, hogyha harangodra gondolunk, ezek mind olyan kincsek, amelyek nem csak a vármegye szempontjából fontosak, hanem úgy gondolom, hogy az identitásunk szempontjából is, határon belül és kívül. És a mai napon pedig egy alapkövet tettünk le, amely a Kálai kettős rendezvényközpontnak az alapköve, amely egyrészt egy projektnek a megvalósulását is jelzi, amely a kultúrának az egyik fellegvára lesz a vármegyében. Másrészt pedig azért plusz üzenettel bír, hogy azok a fejlesztési források, amelyek a vármegyébe érkeznek, azok mind-mind olyan projektek megvalósulását segítik elő, amelyek az adott közösség szempontjából fontosak, legyenek azok kulturális beruházások, legyenek azok a helyi közösségi életet befolyásoló beruházások, egészségügy, oktatás, infrastruktúra fejlesztések, vagy pedig akár mondjuk a turisztikai fejlesztések, amelyek mind-mind egy nagy egészé, egy nagy komplex egészé igyekeznek tenni azt a vármegyei egységet, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk, akár a közgyűlésben, akár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárban. Az alapkőletételnél a térség országgyűlési képviselője a Nagykálóba érkezett uniós forrásokat összegezve elmondta, a jelenlegi ciklusban több mint 8 milliárd forint értékű támogatás érkezik a városba. Nagykálóba az elmúlt uniós ciklusban 11 programban 3,5 milliárd forint érkezett. Ugye iskola újult meg, utak épültek a településen, inkubátorház és rengeteg minden. Míg ebben az uniós ciklusban eddig 4 programban 2,5 milliárd forint támogatást nyert az önkormányzat, de ehhez jön egy RRF támogatás, ez az új uniós program, amely a felzárkóztatást és az esélyteremtést biztosítja. Ebből a Budai Nagy Antal szakiskolában egy 6 milliárdos fejlesztés fog megtörténni. A korábbi művelődési ház 2007-ben zárta be végleg kapuit. Az épületet ugyanis már nem lehetett biztonságosan használni, néhány éve ezért le is bontották. A helyszín ugyanaz, az új rendezvényközpont pedig modern és korszerű energetikai követelmények szerint épül. A magyar kormány energiapolitikájába beilleszkedik ez a beruházás is, hiszen a magyar kormány nagyon elkötelezett abban, hogy a magyar gazdaságot úgy tudja egyébként folyamatosan növelni, hogy közben a klímapolitikai célkitűzését is teljesíti. És ebben bizony az önkormányzatokkal közösen dolgozunk. Én tényleg örülök annak, hogy az elmúlt időszakban rengeteg önkormányzat tudott olyan beruházást végrehajtani, ahol az energiahatékonyság megjelent, és szigeteltek, nyilázárót cseréltek, de bizony napelemeket is elhelyeztek. És ezen az épületen is ez egy nagyon fontos szempont lesz, hogy napelemeket fognak majd használni. A Kálai kettős rendezvény és konferencia központ a tervek szerint 2025-ben nyitja meg kapuit a közönség előtt.